Az önkormányzatunk a városunk idősbarát önkormányzat, úgyhogy sokat foglalkozunk az idősekkel, két nyugdíjas csoportunk van, és mindent megteszünk azért, hogy jól érezzék magukat, ezért van ez a teríték. A biatorbágyi nyugdíjas korúaknak milyen szórakozási, illetve kikapcsolódási lehetőségeik vannak, valamint kulturálisan hogyan töltődhetnek fel itt a településen? Számtalan lehetőségük van. Van két nyugdíjas csoportunk, az őszidő és a senior klub. Ez tulajdonképpen két korosztálynak szóló csoport, de a két csoport között van átjárás, tehát rengeteg programot szervez mind a két csoport. A senior klub, amit én szervezek, nagyon sokat kirándul, múzeumokba, buszos túrákat is csinálunk, most éppen Veszprémbe készülünk. Azon kívül sok olyan foglalkozás van, ami kifejezetten ennek a korosztálynak szól, az egészségfejlesztési iroda is szervez nekik, mi is szervezünk különböző ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat, de vannak kifejezetten nekik szóló klub, például van egy kézműves klubunk, most fog elindulni egy olyan klub, ami kézimunka és kártyaklub lesz közösen, pár nap múlva lesz az első alkalma, és azon kívül ugye az őszidőnek vannak heti rendszerességű klubjai, ott általában a kicsit idősebb korosztály gyűlik össze, ők rendszeresen ünneplik a névnapokat, a jeles ünnepet, kis műsorokkal egymást is szórakoztatják. Tehát minden korosztály így az időseken belül is megtalálja a szórakozási lehetőségét. Kedves ünnepeltek, engedjék meg, hogy szokásomhoz hívem, köszöntsem Önöket Biatorbágy önkormányzata és a magam nevében, de ebben az évben ezt egy új szerepkörben is meg tudom tenni. Mint friss nyugdíjas tudom már Önöket köszönteni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Önök között, tartalmas együttlétet kívánok, és következzék a valódi köszöntő. Belőlem mindig is nagy tiszteletet váltott ki az idős korosztály, mert én úgy gondolom, hogy ők egy nagyon fontos szerepet töltenek be a társadalomban. Mielőtt idejöttem, azon gondolkoztam, hogy ki számít idősnek, hogy van-e valami korhatár, amitől azt mondjuk, hogy valaki idős. Ez a kérdés azért is merült fel bennem, mert például édesapám tegnap töltötte be a 70. életévét, és felhívtam őt telefonon megköszönteni, és megkérdeztem tőle, hogy apa, milyen érzés 70 évesnek? És azt mondta, hogy pont ugyanolyan, mint 30-nak. Azt gondolom, hogy ő nem érzi magát idősnek. Ellentétben vele nagyon sokszor, akár szülőtársaktól is, vagy a középkorosztálytól hallani azt, hogy kiégettek, egy kicsit életuntak, belefáradtak az életbe. Ők viszont azt gondolom, hogy idősebbnek érzik magukat a valós koruknál. Szóval nekem van egy olyan érzésem, hogy ez az időskor, ez egy belső megélés, egy érzés. És ugye nem mindegy, hogy milyen minőségben töltjük az időskorunkat. Vannak nagyon aktív idősek, akik képesek befogadni az újat, és élményeket fogadnak be magukba, és vannak olyanok is, akik egy kicsit szomorúbban élik meg az időskort, mert esetleg elmagányosodtak, vagy pedig a fizikai leépüléssel járó akadályokat nehezebben veszik. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most már 4 éve nem csak a fiatal korosztálynak tartok erdei kirándulásokat, hanem a szenior korosztálynak is. És ezekről a kirándulásokról szeretnék egy kicsit személyesebben beszélni, mert nekem ez a túracsapat, nagyon sokan ülnek itt köztük is, akik rendszeres kirándulók és túrázók. Nekem egy kicsit a szívügyem, ugyanis hétről hétre olyan töltést adnak ezek a kirándulások nekem, mert én azt tapasztalom, hogy egy sokkal vidámabb csapattal találkozom itt, mint mondjuk az én korosztályomban. Viccelődések, éneklések, mély beszélgetések, mély tartalmas beszélgetések zajlanak ezeken a kirándulásokon. És én azt gondolom, hogy ebben a rohanó világban sokszor az embereknek nincsen már ideje odafigyelni a társaikra, nincsen kellő idejük arra, hogy meghallgassák a másikat. Ellenben ez a nyugdíjas korosztálynál megvan. Én azt érzem, hogy ezeken a kirándulásokon sokkal
mélyebb beszélgetéseknek lehetünk tanúi, és valahol az időseknek a jelenléte nekem egy olyan megnyugtató érzés. Én azt érzem, hogy ebben a nagyon gyors tempót diktáló világban az ő jelenlétük egy stabilitást ad, olyan megnyugtató köztük lenni. Az élet bölcsességük, a tapasztalataik, ezek olyan fontos dolgok, amit nekik fontos, hogy átadjanak a fiatalabb generációnak. A WHO-nak van egy ilyen definíciója az egészségre, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem egy pszichés, emocionális és szociális jólét állapota. Erről az érzelmi jólétről szeretnék elmesélni egy személyes kis történetet. Az egyik kirándulás alkalmával, ami itt a Biatorbágyi Nyakaskőnél volt, amikor felértünk a kápolnába, biztos sokan ismerik, hogy aki járt már ott, hogy nagyon jó akusztikája van ennek a kápolnának, és az egyik nagymama, Anna, bement a kápolnába, és elénekelt nekünk egy dalt a békéről. Nagyon sok mindenkit meghatott ez a pillanat, nem csak azért, mert erős aktualitása volt a békének, meg nem azért, mert szépen énekelt, hanem egyszerűen olyan jó volt ott az erdőben egy pillanatra megállni és átadni magunkat az érzelmeinknek. Én úgy érzem, hogy sajnos erre sincsen a középkorú embereknek ebben a rohanó világban ideje, hogy a saját érzelmeiket kifejezzék és átéljék. Itt viszont nekem ez egy ajándék volt, ez a túra, és minden túra velük egy ajándék, mert mindig valamit tanulok, és mindig valamit kapok tőlük. Egyébként azóta szokássá vált, hogy amikor a Szilikápolnába kirándulunk, akkor most már nem csak Anna, de a kórus tagjai mindig bemennek és énekelnek egyet. Tehát a jó kedv az tényleg tapasztalható. Szerintem egy nagyon jó dolog, hogy Biatorbágy egy olyan hely, ahol ennyire foglalkoznak az idősekkel, ennyi program van nekik, hiszen senior klubok, nyugdíjas klub, gyalogló klub, filmklubok, nagyon sok idősekkel foglalkozó intézmény és program áll rendelkezésre, amikkel fontos, hogy éljenek az itt élő idősek is, hiszen ugye a szociális jólét, ami szintén az egészségünk alapja, az úgy érhető el, hogyha közösségben töltjük az időnket, és aki tényleg a társas kapcsolatokat fent tudja tartani, akár új kapcsolatokra is szert tud tenni, az sokkal boldogabban tudja megélni ezt az időskort. Engem, mint szülőt, egy kicsit félelemmel tölt az el, hogy az ifjú generáció egy olyan digitális világban él, hogy nem mindig vannak jelen. Egy ilyen virtuális élet ez, ami tudom, hogy sok szülő küzdelme, és én azt hiszem, hogy ez az idős generációnak a feladata, hogy átadjon az ő életszemléletükből nekünk valamit, hiszen az idős korosztály az a generáció, akik még valóságban élték meg az életüket, nem pedig egy ilyen online világban. És pont ez az aggodalom az, ami életre keltette azt a túrasorozatot, amit egy éve indítottam el. Ezek több generációs kirándulások, ahol a gyerekek a nagyszülőkkel együtt kirándulhatnak, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy adjanak át minél többet magukból az idősek a gyerekeknek, és ha már csak egy kicsit is át tudnak adni önmagukból, akkor azzal már sokat nyertünk. Úgyhogy én hálás vagyok, hogy egy ilyen településen élhetek, ahol ilyen jó közösségi programok vannak az időseknek, és azt kívánom, hogy Biatorbágynak is legyen minél több életét boldogan megélő idős lakosa. Thank you.
Thank you.